Iskolánk a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Budapest 20. kerületében található. A kerület egyetlen katolikus fenntartású iskolája, már több mint 100 éves, hiszen 1906 óta jelzik a kerületben, de ebbe az épületbe 1927-be került az iskola. Onnan számoljuk születésnapunkat. Negyven éve vagyok pedagógus, és mind a 40 évet ebben az iskolában töltöttem el. Nagy öröm számomra, hogy ezen a mai napon itt az iskolánkban köszönhetjük Bíboros urat, hiszen csak 2021. szeptember 1-e óta vagyunk katolikus fenntartású iskola. Nagy örömmel és szeretettel várjuk ma vendégeinket. Nemzetiségi táncoktatás kapcsán nemzetiségi táncot láthatnak 4. évfolyamos tanulóinktól, majd egy verset hallhatnak szavalónktól, és a felsős énekkar is kis műsorral készült. Kolléganőm Heimné Drenyovszky Barbara pedig egy alsós énekkari próbára fogja megint üvitálni Bíboros urat. Az iskolának két nagy fő profilja van, az énekzene oktatás, emelt szintű énekzene oktatás 1969 óta, és a német nemzetiségi oktatás 2008 óta. Természetesen normál tanrendű osztályaink is vannak, nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra. Figyelünk a gyerekek aktív, szabadidős eltöltésére, kosárlabdázhatnak iskolánkban, túrázni járnak, szakkörökre járhatnak. Első-második évfolyamon hittan tanulnak gyermekeink. Nagyon szoros a kapcsolatunk iskolánk lelki vezetőjével, Czab Zsolt atyával. Számos programot rendezünk a templomban, illetve számos programunk volt már a közösségi házban is, ahol pedagógusok gyűltünk össze, akár egy karácsonyi ünnepségre, akár egy kedves kis beszélgetésre. Hagyományaink közé tartozik a karácsonyi hangversenyünk megszervezése az erzsébeti templomban, az adventi gyertyagyújtások, a házszentelés, a húsvét ünneplése a templomban. Nagyon örülök, hogy van katolikus iskolánk, egy régi vágy volt a kerületben, a templomba járóknak a közössége, a hívők, a családok mondták, erről tették mondjuk így, hogy mindenképpen legyen. Legközelebb a szomszéd kerületben van, úgyhogy most ez sikerült, hogy van egy katolikus iskolánk, ami sokat számít a gyerekeknek a vallásos hitbeli nevelése szempontjából. És persze egy folyamat, hiszen itt nem egy zöldmezős beruházásról van szó, hanem hát átvettünk egy iskolát, úgyhogy hogy sok éven keresztül ígértük is, hogy szép lassan majd az újonnan bejövő generációknak elkezdjük a hittantanítást, és szép lassan alakul át az iskola ténylegesen katolikus iskolává. Szóval volt egy jogi átvétel, az egyértelmű, a lelkületet pedig igyekszünk hát minél jobban hittel, szeretettel megtölteni. Mindnyájunknak nagyon nagy élmény, hogy meglátogatott minket Bíboros úr, és jelenlétével megerősített hitünkben.